Sziasztok! Mai videómban három ehető adventi koszorú ötletet hoztam nektek. Na nem a szószoros értelmében lesz ehető, tehát a végén ne próbáljátok meg megenni, de készítés közben viszont el lehet csábulni, és egyébként az alapanyagok mind-mind ehetőek. Használhatjátok ajtódísznek is, és asztalra is, hogyha rátesztek 4 gyertyát, akkor valódi adventi koszorú válik belőle. Nézzétek meg, hogy milyen finomságokból lehet készíteni egyszerűen és gyorsan ilyen koszorút. Nálam csokis reggeliző pehelyből, apró sós kekszből és pillecukorból készült ilyen koszorú, ezt egyébként ajándékba is adhatjátok szerintem, mert nagyon jól mutat. A koszorú alaphoz mind a három verziót előkészítettem, hogy megmutassam nektek, milyenek léteznek. Van ez a szalma koszorú, ezt virágüzletben lehet beszerezni, létezik hungarocellből is koszorú alap, ezt legkönnyebben kreatív hobbiboltban kaphatjátok meg, illetve a harmadik verzió egy filc koszorú alap, ezt is használtam most. Az ehető alapanyagok fölhelyezését ragasztópisztollyal végeztem el. Először a pillecukros verziót készítettem el, mert azt szerettem volna először megkóstolni, és szépen elkezdtem egymás mellé felragasztani ezeket a cukorkákat. Rakhatjátok hosszában is, illetve keresztben is ezeket a pillecukrokat, sőt el is felezhetitek, attól függően, hogy milyen pillecukrot kaptok. Az én koszorúmon ezek a klasszikus, fehér, amerikai marshmallow kaptak helyet. Ehhez szerintem nagyon jól passzol egy piros szalag, úgyhogy ezzel kötöztem föl, és még egy masnit is készítettem rá. A második koszorúm egy sós kekszes koszorú lesz. Szerintem sokan nem gondoltátok volna, hogy ilyen kis mini sós kekszekből ennyire csinos koszorút lehet készíteni. Ehhez is a ragasztópisztolyomat használtam, és a türelmemet, ugyanis ehhez a pikkelyes mintához egyszerűen egymás mellé kis fedéssel föl kellett ragasztani a sós kekszeket. Csokis reggeliző pehely azért jó választás, mert egy picit ilyen toboz hatása lesz majd a koszorúnak, ezeket is az előzőhöz hasonlóan kis átfedéssel kell egymásra ragasztani. A koszorú mindkét oldalát és tetejét borítsátok be az apró csokilencsékkel, a hátulját szerintem nem szükséges. Mindegyikhez piros-fehér mintás szalagot használtam, a klasszikus hatást szerettem volna elérni. Kíváncsi vagyok, melyik a kedvencetek a háromból, írjátok meg nekem a kommentekhez. Ha tetszett ez a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot rá. Ha nem csak kreatív ötleteket szeretnétek velem készíteni, hanem ehető finomságokat is, akkor látogassatok át gasztró csatornámra ide klikkelve, nem sokára következnek ott karácsonyi finomságok. Remélem, hogy tetszett videóm, iratkozzatok fel csatornámra, ha így volt, és akkor legközelebb is találkozunk. Sziasztok, szép kreatív napot!